Andi. Megdöbbentő, ugyanis én nekem elképzelésem sem volt arról, hogy ő tudja, hogy én ki vagyok. Amikor is a Magyar Televíziónak a smink szobájába közvetlenül az ön nagyon súlyos betegsége után még félig alig tudott mozogni, azt mondta, hogy én téged nagyon szeretlek, szurák. Megfagyott bennem a vér, hogy egyrészt tudja a nevem, és tudja, hogy ki vagyok, és hogy miért szeret. És nem tudom már visszaidézni azokat a mondatokat, amiket mondott, mert ott állok még most is megfagyva a sminkben. Ő látott engem, valami kis inputot kapott tőlem, ami neki rokon szenves volt, és hát ez olyan volt, mint egy Kossuth díj, vagy nem is tudom micsoda, döbbenet. Dolgozni nem dolgoztam vele, sajnos, de azt gondolom, hogy most minden sznobériát félretéve egy levegőt szívni vele is felért egy kitüntetéssel. Azt gondolom, hogy az olyan, amire az ember örök életen át emlékszik, nem csak színpadon látni őt, hanem egyáltalán ismerni.